Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Szíbert Gergely, megyei főállatorvos. A mi dolgunk pedig az, tisztelettel köszöntöm. Én is tisztelettel köszöntöm. Mert hogy megjelent az, ez az emlékkönyv, amit szeretnék bemutatni. Egy fantasztikus olvasmány, kérem szépen. A magyar állatorvoslásról Fehér és Somogy megyében az elmúlt évszázadban még felelhető eredeti dokumentumok szerint Korra az 1956-tól napjainkig, tehát Fehér és Somor megye, Somogy megye állatorvosairól nagyon-nagyon sok minden, és természetesen mi a Fehér megyével foglalkozunk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat. Ugye hozzászoktam én ahhoz, hogy a nézőink láthatták pénteken az Agrárinfo című műsorunkban az állatorvosi emléknap történéseit kulcson, hogy a kulcsi hatok emlékére, most idestova a 2012. óta. Hát Talán. kulcson tulajdonképpen a tizedik hát alkalommal. A tizedik voltunk. alkalommal volt először. Nos, tehát a kulcsi emlékére kulcsol rendezik az állatorvosi emléknapokat, és ugye az alfavet kiadásában jelent meg ez az emlékkönyv. Említsük meg ezúttal Móré Attilát, az Alfa Holding elnökét, mert hogy nagyon sok egyéb könyv mellett szakítottak rá idők. Ez egy nagyon műves kiadás. Én elolvastam az ömét, és akkor beszéljünk erről, főorvosok. No, eleve a kulcsról kell, hogy szó hiszen olyan mélységében nem tudunk mi, amikor a vállalatorosi emléknapról beszélünk, szóba kerüljön, hogy Hutira Ferenc, Kotlán Sándor, Gúd György, Endre, Márci Sárpád, Jármai és Szep, Szepeshelyi, Szepes Andorról beszélünk hogy mit köszönhetünk nekik, hogy az egész állatorvosi társadalom Fehér megyében, de azt gondolom, hogy országszerte is emlékezik rájuk. Hát azt gondolom, hogy, hogy ők irányították Fejér megyére az ország állatorvos társadalmának tekintetét, mert a Hutira Ferenc vezetésével nagy elődeink itt töltötték pihenésüket, itt pihenték ki a mindennapok fáradalmát, és ahogy megjelent az első fecske, úgy követte őt a többi nagy korabeli állatorvos, így ugye az előbb elhangzott Jármai Károly vagy Kotlán Sándor. Megtalálták azt a helyet, ahol nyugodtan Budapesthez közel el tudják tölteni azokat a pillanatokat, amikor épp nem a munkával foglalkoznak, de azért tudni kell, hogy az állatorvosok a szabadidejükben is olyan dolgokat tesznek, amely a társadalomnak fontos. Így például ők is megalakították a helyi sportegyletet, vagy segítettek, illetve a felépítésében közreműködtek a helyi templomnak. Tehát amellett, hogy nem állatorvoslással foglalkoztak, mert ezek az emberek talán Gógyi Endre kivételével Fejér közvetlenül nem dolgoztak, viszont a adtak Fehérmegyének, és hát mindenképpen az állatorvos történelem nagyjai magyar viszonylatban. Így van, tehát a, a névjegyük önmagában elegendő ahhoz, hogy zarándok hely lehessen kulcs, és ez így van rendjén. Esztendőről esztendőre ott vannak, és a könyvben is olvashatjuk a magyar állatorvoslás az első vonalából, és nem csak Fejér értelemszerűen. Így aztán az első dolgom az volt, hogy Elolvassam azt, amit Sótonyi Péter, az Egyetem rektora írt ebben a kötetben, és nyilván az elődje is fontos számunkra, de most ennyi időnk értelemszerűen nincsen. És pontosan az ötlött fel bennem, hogy az állatorvos Képzés jelenét és jövőjét hasonlított össze a múltal valamilyen szinten, hogy megkérdezem Öntől, hiszen Ön az, aki felelős vezetőként egyik oldalról, de a fiatalsága okán még az egyik oldalat és a másikat is ismeri, majd erről később, hogy, hogy miért is mondtam ezt, mezőszilasra gondoltam elsősorban. No, tehát a kérdés az, hogy hol tart ma, ma a Magyar állatorvosi Egyetem, illetve az egyetemi oktatás. Nehéz nekem erről ugye beszélni, mivel hogy nem egyetemi ember vagyok, de hál' Istennek Sótonyi professzorúrral, illetve Sótonyi rektorúrral nagyon jó baráti kapcsolatot ápolok a kollegiális kapcsolat mellett. Róla azt is elmondhatom, hogy gyakorlatvezetőm volt az anatómia gyakorlatokon. Ő volt a tanszék, ő lett később a tanszék vezetője, és már jó néhány éve betölti a, a először dékánk majd rektorként az Állatorvosi Tudományi Egyetem vezetését. Az Állatorvosi Egyetemről tudni kell, hogy 232 évre tekint vissza, még második József rendelte el egy állatgyógyászati tanszék elindítását, a járványok megjelenése, illetve a járványokra adott, közvetlen és összefogott válasz érdekében. Tehát egy nagyon régi oktatás sejlik föl előttünk. Természetesen az egyetemnek mindig az volt a feladata, hogy az épp aktuális elvárásoknak megfelelő mennyiségű és megfelelő tudású állatorvost képezzen ki. Ez mindig változott. Ugye az első időkben a hadsereg, a ló, a hadsereg életét, illetve bizonyos hadászati szempontból az egyik legfontosabb volt a lovak szerepe, a jó és meg Megfelelő minőségű és meg, egészséges állatokat, hogy biztosítani tudják. Ehhez nagy mennyiségű állatorvosra is szükség volt, mert a csaták előtt csatákban sajnos kezelni kellett a lovakat is, és háborúkat dönthettek el. Mondjuk egy járvány, ami elpusztította a lóállományt, onnantól a lovasságnak a szerepe vagy megszűnt, vagy háttérbe szorult. Később Ugye az élelmiszer ellátás miatt nagyon fontos volt az állatorvosok szerepe, mert a társadalmat élelmiszerrel el kellett látni. Nagyon fontos volt, hogy járványok ne tizedeljék meg az állatállományt, illetve ha tizedelték, akkor a lehető leggyorsabban akasszuk meg, állítsuk meg ezeket a járványokat. Utána természetesen változtak ezek a dolgok. Az élelmiszer része az most is nagyon fontos ma Magyarországon, illetve az egész világon, hogy biztonságos élelmiszerrel lássuk el a, a fogyasztókat, és ebben nagyon fontos az állatorvos szerepe. Az élelmiszerláncban központi helyen szerepel az állatorvos, de természetesen kifejlődött egy másik tudományág is, a kesztelésből tartott állatoknak az állatorvoslása, mert társunká vált az állat, hmm. és őket is gyógyítani kell. Tehát az állatorvosi egyetemnek, hogy úgy mondjam, most egy ilyen integráló kettős szerep, is van Valamennyi tudással fel kell vértezni a végzett állatorvosokat, akik majd a megfelelő professionalitásnak megfelelően fognak elhelyezkedni az életük és során. A világviszonylatban is fejlődik, illetve egyre több elismerésnek örvend az állatorvosi egyetem viszont az állatorvosás, állatorvoslás is változott. Ugye itt már elkezdtük. Én azt javaslom, hogy az ön személyes sorsán keresztül vizsgáljuk ezt, illetve csak röviden nyilvánvaló mezőszilasra menjünk el, hiszen szíbertelek révén egy nagy hatású, a, konkrétan a nagyapja volt az állatorvos, aki egy remek ember volt, és hogy mennyit változott, erről már beszélgettünk az állatorvoslás vidéken, azt itt már röviden említette, hiszen a háztáji gazdálkodás, illetve a TSZ-ek és a, a, megváltozott körülmények, hogy egyre több a, a, otthon tartott házi kedvenc, ez nyilván változott. Amikor megtapasztalta először mezőszilason, aztán kerületi főállatorvosként, hogy mennyi a változás, az, ez egy folyamatnak tekinthető, vagy és visszafordíthatatlan? Én nyilván azt mondom, hogy igen, de hát nem tudom, inkább kérdezem öntől. Hát általában a, majd a történelem, tehát a jövő dönti el, hogy a jelenünk merre felé halad, de mindenképpen látható, és én személyesen átéltem azt a változást, hogy gyerekkoromban, amikor a nagyapámhoz mentem nyaralni akkor mi volt az állatorvos szerepe, akkor valamennyi háznál volt háztályi állat, sertések, szarvasmarhák, birkák, tyúkok, de természetesen volt kettverésből tartott állat is, kutya, macska, viszont a szerepek eltolódtak akkor még mindenképpen a haszonállat irányába. Kevesen foglalkoztak az én gyerekkoromban, 70-es években kettverésből tartott állatok gyógyításával, illetve nem is volt akkora fontos szerepe a, a, jelen, a, a társadalomban, mint talán mostanában akkor fontos szerepet kaptak még a lovak, igazából nálam a lovak szeretete volt az, amely az állatorvosi szakma felé terelt. Akkoriban egy falu egy állatorvost foglalkoztatott, az az állatorvos végzett tulajdonképpen ott mindent, a kezelésektől elkezdve a Vágóhidi húsvizsgálatig, és hogyha kellett a járványok elleni megelőzése érdekében az oltások elvégzésében, vagy a, a, a járványoknak a kezelésében. És ez 24 órás munka volt? Természetesen, Ahogy 24 órás, 365 napos. Ez nem változott, mert az állatok. Ahogy az emberek is, éjszaka is élnek, nappal is élnek, lehet velük probléma szilveszterkor vagy akár karácsonykor, ezért mindenképpen az állategészségügyi szolgálat 24 órás de manapság már inkább úgynevezett körügyeletben látják el a kollégáink, direkt azért, hogy el tudjanak menni, mert szüksége van az állatorvosnak is a regenerálódásra, el kell menni nyaralni, el kell menni szabadságra, de a terület nem, marad el, nem maradhat ellátatlan, ilyenkor az ügyeletesek lépnek be a képbe. Egyébként a kötetben szemléletes példákat olvashatunk az állatorvosi életutakról, hogy mi változott és mennyit, és felesleges is arányosítanunk, megfordult a trend, sokkal több a kettelésből tartott jószág a falvakban, mondom én, hiszen azért járjuk mi itt a városokról ne is beszélve. Viszont fontos, ugye a törvényi szabályozás, erről is beszéljünk, hiszen itt is részletes leírás van, elindulunk ugye 1956-tól, és a törvényi szabályozás is megváltozott, nem csak a világ, tehát a TSZ-ek és az állami gazdaságok megszűnésével nagyobb centrális gazdaságok születtek, illetve sokkal kettőt. De mennyit változott a törvényi szabályozás? Mi mindenre kell felkészülni ma egy állatorvosnak? Én egy kicsit korábbra mennék vissza, hogy éppen idén ünnepeljük az állategészségügyi szolgálat, tehát a hatósági állatorvoslás elődjének 130. születésnapját Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy az 1880 nyolcban ban az úgynevezett hetedik törvénycikkel születik meg az, a hatósági állatorvoslás, vagy az állategészségügyi szolgálat, és ez egy komoly járványra, a keleti marhavészre adott válasza volt az államnak, hogy igenis az államnak be kell avatkoznia egy globális, a Európát fenyegető, de azt kell, hogy mondjam, hogy világviszonylatú járvány elfolytásába. És az addigi életünket, vagy az eddigi életünket ad Attól kezdve folyamatosan a járványokra való válaszadás jelenti. Kicsit persze eltolódva most már az élelmiszerlánc szemlélet felé. Ugye a keleti marhavész egy kimondottan állatokra koncentrálódó járvány volt, de az élelmiszer alapanyagunkat tette tönkre, szarvasmarhákat pusztította el, és hogyha beütött egy országba, beütött egy kontinensre, ott komoly éhínség követte. Ezért most is, azzal, hogy az élelmiszer láncra koncentrálunk, most is ugyanez a szerep, tehát a fogyasztók biztonságos élelmiszerrel való ellátásának alapvetése. Hogy, hogy, egészséges állatok legyenek, amelyből biztonságos élelmiszer készíthető. Változtak a, a, az, az állatorvosok száma, változott az állatorvosok száma, változtak a törvények. Azt tudni kell, hogy 1888-ban az akkori jóval nagyobb Magyarországon 40 állatorvossal kezdte meg ez a szolgálata működést. Most szinte két-három megyében van 40 állatorvos, sajnos egy jóval kisebb országban. Tehát jóval több az állatorvosok száma, és már az egész élelmiszerláncra oda kell, hogy figyeljünk. A termőföldtől az asztalig láncszemléletben, már nem csak az állatokat, hanem az élelmiszereket is vizsgáljuk. Ehhez módosítani kellett a törvényeket. 2008-ban születik meg a 46-os törvény az élelmiszerláncról, ami azóta is életben van. Apróbb módosításokkal, kiegészítésekkel, illetve más-más végrehajtási rendeletekkel. És más már járványveszéllyel, hiszen abból most is van bőven sajnos tegyük hozzá, de most ez nem az a műsor. Úgyhogy Viszont kell, hogy beszéljünk az állatkórházról, pedig azért, mert az nagyon bensőséges hangulatú az a kulcsi emléknap, az állatorvosi emléknap, és az egyik fénypontja számomra, amikor életműdíjat vehetnek át. Ebben az esztendőben ugye Balázsik István, aki majd kedves nézőink vendégem is lesz, kapta az életműdíjat, és az ugye Lancendre nevét viseli. A megyei igazgató és az első életműdi kapta ő. És ugye akkor, ha már itt vagyunk, akkor ne csak Lancendrénről essék szó, hiszen azt hiszem, hogy a könyvben is megérdemel egy külön fejezetet, hanem és Schubert Zsuzsannáról is, aki az állatkórház igazgatója volt. Mennyit jelentette egy település számára, hogy mármint itt Székesfehérvári szinten, hogy van állatkórháza? Mi mindent kellett ahhoz tenni, hogy az egy valódi állatkórház legyen? É, hát természetesen ezeket a történeteket én is a a, az építők, illetve a kezde, kezdeti téglákat lerakók szájából hallottam. Ezeket ezen történetek alapján formáltam én is véleményt, illetve tudok most beszélni erről. 51-ben született meg az a, az elvárás, hogy Székesfehérvárnak is legyen egy állatkórháza. Ez akkor még nem a jelenlegi helyén, hanem a, a mostani Budai út, Lövölde utca, Parkán, ahol az ÖMV kút van jelenleg, ott volt egy helyes kicsi, de mégis munkára alkalmas hely volt. 51-ben, 53-ban ide kerül Gógyi Endre, aki az egyetemről, akit az egyetemről tulajdonképpen elüldöztek, és itt talált otthonra, ugye ő a kulcsi hatoknál is megjelenik majd 72-ben kezdődik és épül fel a jelenlegi helyén a homoksoron az új állatkórház, és itt kapcsolódik be ugye Lance André, illetve felesége Lancné Schubert Zsuzsanna, akik megalapítják az állatkórházat legalábbis az új helyén és, és nagyon fontos, a könyvben is szerepel, hogy nagy állatokkal kezdenek el foglalkozni. Olyan műtétet végez Lancné Schubert Zsuzsa, amelyet előtte itt Fehérváron nem végeztek, méghozzá a császármetszést, és leírja a könyvbe is, hogy abban az időben egy rossz tenyésztési hatásnak, amikor a fiatal üszőket, szarvasmarha, szarvasmarhákat olyan spermával termékenyítették, amelyek nem rájuk voltak valók, így jóval nagyobb borjak fejlődtek ki még a, a méhben, amelyet nem tudott megellenni az a szarvasmarha, mm. és, és császármetszéssel hozták a világra. Most már azért ez fejlődött, és a császármetszéseknek inkább más oka van, elhalt magzat, vagy valamiért olyan extra nagy magzat, amit nem tud megelleni a szarvasmarha, de akkor még egy tenyésztési hibának köszönhető volt a rengeteg császármetszés, és elmeséli az író, hogy hogy is végezte élete első császármetszését itt a, a Fehérvári Állatkórházban, amelynek híremen, és egyre több mezőgazdaságban dolgozó hozta ide az állatát. Utána elkezdtek megjelenni a kutyák, macskák, más állatok, lovak, és fejlődött föl az állatkórházi munka, amely az első igazgató, tehát Lancni Schubert Zsuzsanna elmondása alapján nem volt egy rentábilis, munka, mi, tehát ráfizetéses volt, ennek okait nem boncolgatta, de mindenképpen privatizációra került maga az állatkórház, már le kellett választani az állategészségügyi szolgálattól, és ekkor lépett a képbe 92-ben Móri Attila, aki megvette ezt az állatkórházat, és felfejlesztette több Átépítésen átesett 99-be, illetve 2011-be, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy világszínvonalú állatkórházzá nőhesse ki magát. Napi 24 órában, az év 365 napjában nyitva vannak, de épp Móri Attila mondta ezt az idei kulcsi rendezvényen, hogy 72 óta minden nap nyitva van ez az állatkórház, mutatva azt, hogy igenis, a fehérváriak, illetve fehér megye lakossága bátran jöhet székesfehérvárra, és az állatkórházban mindig próbálnak megoldást találni az állataik gondjára, gondjára bajára az összegzésre mindig szükség van, tehát amikor én belelapoztam és olvasgattam az emlékkönyv, hogy a Bartali Simrétől végákosig és számtalan ismerőst fedeztem fel, tehát Hollós, Laci bácsi, stb., akik nagyon jó, hogy akik még köztünk vannak, és azt gondolom, ezek a visszaemlékezések is megerősítenek bennünket. Hiszen ne feledjük, az emléknap ötlete is ugye 2002-ben született meg, és először ugye Fehérvár, aztán vándorolt, volt Móron, aztán megint Fehérvár és a végül otthonra talált kulcson. Mi a hozadéka egy ilyen találkozónak? Azon túl, hogy mindenkinek a keze, kezébe kerül egy ilyen könyv, és a gondolhat rá, hogy hogy milyen hivatást választott, és milyen csoda veszi körül, és milyen múltja van, milyen jelene, és milyen jövője lehet. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy szakma képviselői ki tudjanak lépni a közvetlen szakmai feladataikból. Ez azt jelenti, hogy mi is egy napon legalább megpihenünk, és elismerjük azokat a dolgozóinkat, akik kiemelkedő munkát végeznek. Nem lehet, az, hogy a jelenkor társadalma megfeledkezzék a múltról, ezért is mindig valami történelmi eseményhez, egy történelmi személyhez, állatorvos történelmi személyhez próbáljuk kötni a mindenkori állatorvos napunkat. Nagyon nagy szükség van azokra az emberekre, és nagyon örülök, hogy említette dr. Holos László nevét, akit mi csak Laci bácsinak hívunk, mert ő a mi élő lelki ismeretünk, mindig szervezi, és mindig lelki munícióval lát el minket, hogy ne feledkezzünk meg a múltunkról, és ne feledkezzünk meg ezekről a napokról. Éppen ezért tudjuk kulcson megszervezni ezt az állatorvos emléknapot, de 2003-ban az elhuntaink emlékére állatorvosi emlékkövet emeltünk a Csikvári úti épületünk parkjában, amelyet minden évben megkoszorúzunk, amihez egy nyugdíjas találkozót is szervezünk, azért, hogy akik itt dolgoztak a Fejér megyei állategészségügyben, azok évente egyszer össze tudjanak jönni, és ott én számot adok az évben végzett munkáról, és azért minden évben nyáron összejövünk a, a minapunkon, amit mi csak minapunknak hívunk, ilyenkor az állategészségügyi szolgálatban dolgozó valamennyi állatorvos, illetve állategészségügyért dolgozó egy kötetlen főzéssel egybekötött napot tölt együtt. Tehát az állatorvosi munka mellett, a szakmai munka mellett Összejövünk, beszélgetünk, emlékezünk, és talán ez az állatorvosi, Fejér megyei állatorvosi társadalmunkat a jövőben is össze fogja tartani. Így legyen, köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket. Azt hiszem, hogy ez a könyv bizonyosan sokat segít abban, aki a, akinek a keze ügyébe kerül hogy megbecsülje azt a munkát, amit az állatorvosok végeznek, értünk házi kedvenceinkért, háztáiban növekvő állatainkért. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, fehérvári beszélgetéseket láthattak arról az emlékkönyvről, amelyet az idei kulcsi állatorvosi emléknapon adtak ki amely a magyar állatorvoslásról szól, illetve a fejér megyei történésről 1956-tól napjainkig. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót minnyájuknak, viszontlátásra!